Rászoruló családok otthonába szeretne ünnepi hangulatot varázsolni a Roma önkormányzat, a Magyar Vörös Kereszttel és a Hídgyülekezete karitatív szervezetével együtt. Ezért szerveztek újra Mikulás ünnepséget. Nagyon nagy örömmel vették ezt az ünnepséget, és nagyon örülünk, hogy egy Mikulás ünnepséggel tudunk a gyerekeknek kedveskedni, ajándékokat tudunk nekik adni, és nagyon, nagyon örülök, hogy ilyen összefogás van köztünk. Nagyon jó kapcsolatunk van a Vörös Kereszttel és a Hisz karitatív szervezetével, és összefogunk, és az erőnket csatlakoztatjuk ilyen nemes célokban. Jakab István elmondta köszönet Szegléd város önkormányzatának is, hiszen az ő segítségük nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény. A művelődési központ B-épületének egyik termét teljesen megtöltötték a gyerekek és a felnőttek, és arra számítanak, hogy így lesz az a következő rendezvényükön is. Nagyon nagy dologra készülünk, még ekkora rendezvényt a Szegléd városomban nemzetiségi önkormányzata még nem szervezett. December 19-én és ezúton meg szeretném hívni nagyon sok szeretettel a kedves tévénézőket. A városi sportcsarnokban adományosztást szervezünk, és részt vesz ezen, mivel hogy csinálunk egy karácsonyi ünnepséget, Kökény Attila, Bódi Csabi fog eljönni, megtisztel minket Bangó Marika fog eljönni, Kis Grófó, Nagy Grófó fog fellépni, a Ceglédi Roma Táncház fog fellépni, és a polgármester úr fogja megnyitni ezt az ünnepséget. Akkor majd a sportcsarnokban 500 család részére adnak át adományt. A mostani eseményen sem maradt el azonban az ünnepi műsor sem. Gyermekek báboztak, énekeltek és mutattak be betlehemes játékot, hogy valóban ünnepi hangulatba csöppenhessen az időközben megérkező Mikulás.